Sziasztok, ez a Daráló, amiben elmondom, hogy miért csináltok a rossz pályákat. A mai pálya készítője az e-mailben nem írtam meg, hogy mi a beceneve, hanem a teljes neve van ott, de ott nem hiszem, hogy azt kéne mondanom. Viszont a pályán van könyv, aminek az írója Franklin 17, úgyhogy mert ezt a nevet fogom használni. Tehát a mai pálya Franklin 17 pályája, és a címe, kapaszkodjatok, The Map. Akkor lássuk is. Valamiért a játék nem volt hajlandó letölteni a skinemet, ez van, de megoldottam a problémát egy hatod részben. Íme a kezdőszava. Nagyon jól néz ki a padló díszítése. Tudom, hogy portál, meg minden, de akkor is olyan látványos. Azt írja, ezeket kell gyűjtened. Itt elbizonytalanodtam, hogy a dinnye blokkra gondol, vagy tényleg ezekre a fejekre. Először azt hittem, hogy a dinnye blokkra gondol, és akkor így jelöli, ami nagyon ötletes, és gondoltam, poénból kiütöm ezt. Aztán később kiderült, hogy tényleg ezeket a fejeket kell gyűjteni. Na de haladjunk. Azt mondja, 1-3-5-7-9 jegyez meg. Oké, megjegyeztem. Sok láda, az egyikben könyv, azt mondja, A könyvben pedig üdvözöllek a pályán, szabályok, tilos blockot ütni, bla bla bla. Mi az, hogy bla bla bla? Oké, ezzel még elfilozofálunk. Csalni csak akkor szabad, ha már nagyon nem megy. Jó szórakozást! Map BY loading... Nem hiszem, hogy a pályakészítőnek a neve loading, ugyanis a könyv írója az ugye Franklin 17 volt, úgyhogy szerintem maradok a Franklin 17-nél továbbra is. 2014. július 9. szerda, YouTube, stb. Oké. Visszatérve a blablablára. Itt arra gondolt, hogy azok a szabályok, amik minden pályán vannak, hogy nem tudom, ne kraftolj, ne legyél kreatív, ne használj csalásokat, nem tudom. Szóval annyi gondom van vele, hogy például lehet-e kraftolni. Van olyan pálya, ahol lehet, van, ahol nem. Én úgy döntöttem, hogy én olyan pályáról jöttem, ahol lehet, tehát itt számomra blablabla bla, bla, azt jelenti, hogy lehet. Szóval amíg kikraftolom magamnak a király felszereléseket, addig kicsit kivesézem ezt a blablabla bla, bla témát. Szóval, nagyon választékosan akarnám magam kifejezni, valahogy úgy mondanám, hogy nem ajánlott a játékosok vélt korábbi kalandpálya tapasztalataira építeni. Azaz, ugye itt azt mondjuk, hogy bla bla bla, ami a többi pályán. Na de nem minden pálya egyforma, változnak a szabályok. Vagy képzeljük el, hogy egy teljesen, tehát egy olyan ember játszik a pályával, akinek ez az első kalandpálya az életében. Mondjuk egy ősember. Kiolvasztottak egy ősembert, leült a gép elé, és ezzel a pályával kezdett a játszani. Hát fogalma sincs, hogy mi az a bla bla bla. Bla bla bla, lehet ültetni növényeket, meg mindent lehet rombolni, tehát értjük. Vagy én például most egy olyan pályáról jövök, ahol lehet kraftolni, úgyhogy kraftolok is. Szóval azt hiszem érezhető, hogy akkor szép egy pálya, hogy akkor teljesebb, hogyha letisztáz mindent. Főleg, hogyha a saját irányítása van, ugye. Hát azt mindenképpen le kell írni, mert az nem egyértelmű. A legtökéletesebb ugye az lenne, ha egészen VASD-től kezdődően leírná azt is, hogy hogyan lehet ütni, meg használni, de ettől el lehet tekinteni, hiszen egy játékon belül csinálunk játékot. Úgyhogy a fő játéknak az irányítását azt már vehetjük úgy, hogy tudja. Most ha megnéztek egy játékot, ott is ugye így kezdődik, hogy VASD mozgás, ez az ugrás, ez a guggolás. Mindenhol így kezdődik, legalábbis a jobb helyeken, ahol meg nincs ilyen, ott ugye mész folyton a beállításokba és nézed, hogy hogyan is kell irányítani. Kalandpályán is ugyanez érvényes. Mondjuk mondom, a alapjátéknak az irányításától eltekinthetünk. De a szabályokat azt mindenképpen, hiszen ettől lesz a kalandpálya, hogy határokat szabunk. Tehát a tanácsom erre a részre vonatkozóan az, hogy képzeljétek magatokat mindig egy ősember helyében. Akkor most, hogy ezt a három szót így kiveséztük, haladjunk tovább. Lássuk, mi van itt. Jump. Most nem látszik a videóban, de egyébként sírok. Mit kaptam? Jumpot.
Gondolom mondanom sem kell, megint egy. Jó, oké, most két blokkokon kell ugrálni. Uncsi. Ráadásul itt még a padló meg a fal is ugyanaz, tehát ideig olyan szépen díszített, most már az sincs. Spam point nagyon helyes. Ez is egy olyan dolog, amit ajánlom, hogy használjatok meg, mindig adok rá pontot, nagyon helyes. Olyan bénán néz ki szerintem, amikor a játékosnak kell beírnia a parancsot. Viszont én valamiért nem szoktam használni, nem tudom képzelni miért, valamiért úgy látszik lusta vagyok hozzá, de most már megpróbálok rászokni erre én is. Ez meg mi gomb, magas hely, diszpenzerek, itt valószínűleg egy TNT ágyú van, vagy mi a túró, tehát ki kell lőni magamat. De semmi leírás, hogy állj be a vízbe és úgy nyom meg a gombot. Nem is tudom, hogy aki még életében nem látott ilyet, az vajon gondolná, hogy be kell ugrani a TNT közé. Vagy legalább annyi, hogy ez egy TNT ágyú, és akkor vagy ismeri a játékos, vagy nem, és akkor mondjuk utána néz. Tehát nagyon hiányolom itt a leírást. A szegény ősember itt fogná a fejét, hogy itt most mi a túrót kell csinálni. Fent van egy kis víz, ami elteleportál. És harc! Tök jó! Amíg harcolok, azért tisztázzuk, hogy nem az a van a gond, ha egy pályán szörnyek vannak és harcolni kell, hanem ennek a formájáról. Általában ezt szoktátok csinálni, vagy sokszor ezt szoktátok csinálni, hogy egy ilyen szoba van, és akkor oda bekerülsz a szobába, vagy bemész, és akkor tirtán szörnyek vannak, és akkor harc. Kész, le tudva a harc. Sok érdekesebb lenne, ha mondjuk szét lennének szórva a pályán, és akkor ahogy haladsz előre, úgy harcolsz. Tehát, hogy valami formát adni neki. Mert ez így nagyon lecsupaszított, ugye, hogy most harc, és akkor zsz, harc. Aztán terem, tábla, jól néz körül. Van itt pár lyuk, amiben láva vagy víz van. A vízesekben van dinnye, de nem lehet visszamenni. Tehát túl alacsonyan van a víz. Ez egy zsákutca. Úgyhogy itt kénytelen voltam kreatívba váltani. A lávák közül pedig valamelyik ugye zsákutca, valamelyik pedig a tovább vezető út. De most nem tudom, mi alapján kellett volna kilogikázni, úgyhogy ez így nekem nagyon szerencsejátéknak tűnt. Aztán kapunk horgászbotot, meg gombnyomás a falusiakat. Itt az a cél, hogy a gombhoz kell őket ráncigálni. Az egyik lyukon még oké volt, a másikon viszont az istenné nem akarta, szóval egyszerűen ott maradt bent. Nem értem, minek rakott oda a lyukat az elejére, hogy ne sétáljon be magától, viszont nem lehet átrántani a blokkon. Úgyhogy itt egy darabig szórakoztam, aztán meguntam, és addig nyomogattam a gombot, amíg úgy meg nem telt az a lyuk, hogy kilökték egymást. Probléma megoldva. És aztán mit ad Isten, be kell írnunk a pálya elején lévő kódot. Mi is volt? 1-3-5-7-9. Jó, tudom, csupa páratlan szám, de amikor játszottam a pályán, akkor a felfokozott izgalom miatt... Na mindegy, figyelmetlen voltam. Itt álljunk meg egy pillanatra. Egyik oldalon láva, másik oldalon nyomólapok. Repülő malasz legyek, ha nincsenek a falban dugattyúk. Bingo. Oké, valahogy átverekedtem magam ezen a részen, aztán pedig célba lövés. Hát, ilyet se láttam még. Amilyen szépen épít a készítő, annyira átlagos falatokat rakott a pályába. Nagyon jól néz ki ez a rács. Egy jó darabig ellövöldöztem ezen a részen, gondolom az összes gombnak nyomva kellett volna lennie, mert én mindegyiket eltaláltam, de nem történt semmi. De volt, ahol út közben eltűnt, szóval innen gondolom, hogy így kell lennie, viszont ezt eléggé lehetetlennek, vagy majdnem lehetetlennek tartom, mert nincs idő, tehát sok helyre kell lőni, és ha csak nem találja el az ember elsőre, már pedig az átlagjátékos az nagyon nem fogja, akkor kezdheti előről, mert valahonnan eltűnt. Úgyhogy eléggé lehetetlen szagú ez a rész. Viszont hatalmas pluszpont, pár perc szórakozás után elindult egy visszaszámláló, és a végén kinyílt a rács. Teljesen jó, gondolt azokra, akik nem fogják tudni teljesíteni. Ó, már megint jum, ráadásul vakon. Oké, hogy megpróbált az effektekkel egy kicsit feldobni, de megint egy-egy blokkon ugrál az ember, szóval kevés. Itt meg kilátszik a command block, hát nem szép. Viszont a sok próbálkozásnak köszönhetően kifejlesztettem azt, hogy hogyan lehet végigmenni ezen a dugattyús lávás részen. Rács, azután írás, keresd meg a kulcsot a kövek között, és ha megvan a kulcs, ki tudod nyitni az ajtót. Még odaírtam volna a végére, hogy ki tudod nyitni az ajtót a kulcssal.
hogy leszük a kulcs lesz az új világ. És hölgyeim és uraim, elérkeztünk a pálya legtrollabb részére. Ez még a parkúros részeknél is trollabb. Tehát az van, hogy van egy rakáskő, kapunk csákányt, és lehet bányászni. Ez eddig oké, okay, bár egy idő után ugye unalmas, hogyha nagyon nagy ez a dolog. De még megvan az a csavarba, hogy sok blokk az ilyen, hogy is hívják, monster egg, azt hiszem jól mondom, tehát sok blokk ilyen monster egg, úgyhogy kiütjük, akkor ott van egy silverfish, aztán lehet harcolni is. Ötletes, tök jó, ez úgy, hát ilyet még nem láttam, eddig jó, de túl nagy a terem, az a baj. Tehát túl sokat kell ásni egyszerűen. Hosszú percekig csak bányáztam, meg harcoltam, ugye ezek a mobok lelassítják ezt az átkutatást, és már majdnem mindent láttam a pályán, vagy ezen a szinten, amikor rájöttem, hogy a plafon is kőből van. Na hát itt aztán végleg elszállt a türelem, szóval itt tényleg átváltottam kreatív, és elkezdtem keresni. Na így is majdnem le kellett bontanom az összes követ, mire végre megtaláltam. Tehát mutatom. Itt van a kar, és akkor ekkora az egész, kétszintes, vagy hát nem azt mondom, hogy kétszintes, én két szintre csináltam, de hát, tehát ilyen nagyon nagy. És ez így, én soknak találom ezt. Oké, takarítsunk kicsit, dobáljuk ki, ami nem kell, ez sem kell, nem, yeah. A kart is kidobtam? Jaj, Istenem, Jó, nem kezdem újra, inkább adok magamnak parancsból. Kaptam magot, ott meg egy csirke. Gondolom láttatok már ilyet, labirintus, de hála Istennek most nem én vagyok a labirintusban. Teljesen rendben van ez a feladat. Nem átlagos. Láttunk már több helyen, de szerencsére nem az, hogy minden pályán van. De igazából nem is lenne gond ezokkal sem, hogy... Tehát az átlaggal sem lenne gond, hogyha lenne értelme. Tehát ugye... Inkább a probléma ezekkel az, hogy csak úgy egymás után próbálk, az szevasz. Tehát nem baj az, ha parkűr, hogyha van annak oka, értelme, beleilleszkedik a pályába. Ugyanígy a labirintus is. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy olyan pálya, ahova passzol labirintus, ha van mögötte valami magyarázat, vagy van értelme. De hát abban a formában, ahogy szokták, hogy puty labirintus, puty parkour, az így nem, uncsi. Igazából ezen a pályán sincsen történet, tehát csak próbák jönnek egymás után. Ezt egy kicsit, hát oké, ilyen a szerkezeted, de egy kalandpálya azért még mindig érdekesebb, ha van története, erről már volt szó. Aztán nagyon érdekesen díszített terem, kicsit az az érzésem, mintha a falon végig akvárium lenne, nem tudom miért, így a kék üveg meg mögötte ez a lombozat, ez nekem valahogy így ez a hatás. Na, a táblák. Szerencsegép, szerű cucc. Oké, csak négyszer próbálkozhatsz. Dinnye fejet kell bedobnod, és akkor kapsz valamit. Lehet, hogy két cuccot is kapsz, de lehet, hogy egyet sem. Sosem értem, mikor ilyen szerencsejátékot raktok bele, hogy minek, vagy csak pillogtok a reston tudásotokkal. Nem tudom, de oké, játszunk. Nem szokott szerencsém lenni az ilyenekbe, de lássuk. És kapom is a negatív effekteket. Azt mondja, egyél. Hát még jó, hogy megmérgez, aztán egyél. Azt mondja, ennyi volt kész vége. És egy rakás negatív effekt. Ó, és van egy pozitív is, regeneráció. Tök jó. Azt mondja, spam point. Igen, ha megbírnám nyomni ebben a hülye effektben, de igaz már. Egy rakás nyomólap, és ezek is negatív effektet adnak. Oké, akkor végsprintelünk. Azt mondja, feladat megkönnyítése, cö, ez se nekem van. Amott a ládában pedig botok, amik visszalökés van. Ó, sejtem már, mi lesz itt. És igen, falusiakat kell nyomólapokra lögdösni, de nem férnek be, tehát egyszerűen nem lehet belökni őket. Lássuk a könnyítést. Azt mondja, elég bína vagy csabusra. Megint mehet a nubozás. És a rés nagyobb lett, most már végre beférnek a falusiak. Mi a vége a pályának? És nem? Azt írja, ha elrontottad, vissza tudsz teleportálni egy gombbal. Nagyon jó, végre van leírás is. Ez is egy parkúros rész, tehát ugrálni kell. Itt slime blokkokon kell pattogni.
Ez nekem jobban tetszik, mint amikor effektet kaptunk meg. Meg jobban is van megépítve szerintem, egy fokkal érdekesebben. Úgyhogy teljesen jó. Voltak problémás helyek, az egyik ez a létrás, tehát Istenén nem sikerült akkor átugrani. A másik úgy, ahogy van, ez a rész, tehát itt két blokk magasan vagyok, ugrok a slime-ra, és megint két blokk magas van. Ez számításaim szerint nem elég, tehát elvileg lehetetlen, ha jól tudom. Nem tudom, milyen trükk van arra, hogy slime blokkról nagyobbat pattanjon az ember, de ez számomra lehetetlennek tűnt, úgyhogy ezt nem tudom, hogy kell megcsinálni, majd leírja úgyis, aki tudja, a megjegyzésekhez. És a végén még egy kis parkour, hát ezt már tényleg nem lehetett kihagyni, ráadásul most effekt sincsen. Mondjuk ez nem biztos, hogy rossz. És a végén egy gomb, ami agyon van címkézve, Bosch figyelhete, meg egy liter water. Azt mondja, gyűjtsd össze 10 darab slimebolt, és rakd bele a jobb oldali ládába. Oké. Szerintem ez a boss harc teljesen rendben van, tehát nem egy szokásos mobot kell legyőzni, hanem egy átlagnál jóval nagyobb slime-ot lehet darabolni, bár egy kicsit nagyon táp lett, szóval ide legalább egy atomübertáp sétapálca kéne. Atomübertáp sétapálca. Nagyokat sebezés, nem egyszerűt megsebezni, közel kell menni hozzá nagyon, de még teljesíthető. 38 halállal, de teljesíthető. Ha megvan a slime-ból, utána a teleport, Bosch figyelhető, azt írja, legyegőzted a boss-t. Legyegőzted. Az igen, figyeltétek, hogy legyegőztem. Oké, szünet. Tehát a nagy legyegőzés után itt vagyunk. Vagy mi van a dobon túl? Ó, semmi, oké. Akkor lássuk, mi a legyekőszés jutalma. Sok tábla? Köszi, hogy végigvitted a pályát. Szívesen. Ha akarsz tűzjátékot, katt ide, ha nem, akkor ne kattintsa. A pontok csak úgy vannak, de ha 10-et megtaláltál, király vagy. Jó, nálam volt 12 is, úgyhogy én király vagyok. Lássuk a gombot. És tényleg tűzjáték. És azt írja, látom, szereted a tűzjátékot, Csagusa. Akkor amíg repkedek a tűzijáték körül, mint egy bolond, addig elmondok egy gyors összefoglalást. A készítő szépen tud díszíteni, tényleg szép díszítések voltak, teljesen korrekt, sőt ez volt a pályának a legnagyobb pozitívuma. Viszont azt nem akarom mondani, hogy nem volt történet, hiszen mi van, ha egy pálya arra épül, nincsen történet, bár kétségkívül sokkal érdekesebb. Viszont ha itt a kis minigémekre volt a hangsúly, akkor meg azoknak kell érdekesebbnek lenni, viszont ugye a szokásosak voltak. Nekem a csirkés volt egy fokkal különlegesebb, azt nem minden pályán látni meg a falusi lögdösése. Mi volt még, nem is tudom. Ja, meg a slime blokkos pattogás is olyan érdekes volt, de igazából úgy nem volt. Tehát a szokásos parkour volt ötször. Jó, tehát ez volt, mint mondtam, Franklin 17 pályája, a The Map, és a kézikönyv óvjon titeket. Óriás slime, legyegűzve.